Szeretettel köszöntelek a csatornámon, a zöld irodámból jelentkezem, a kertemből, a megyfák árnyékából, körülöttem rengeteg élőlény, a távolból kacsák hallatszanak, madarak csivitelnek, bogarak is vannak, azok mindig vannak. Azért jelentkeztem most be, mert szeretnék arról beszélni, hogy mi a legfontosabb most, mire koncentráljunk. Arról nem szeretnék beszélni, hogy mire nem, hanem csak arról, hogy mire igen. Sokaknál látom ezt a megállítottságot, hogy jó, oké, volt valahogy eddig, de hogy van ezután? Mindenki várja azt, hogy mi lesz a politikának az állása, ki fog ringbe szállni, merre fog elbillenni a mérleg, hogy fog alakulni a gazdaság, hogy fog alakulni körülöttünk minden, és annak alapján fogja megtenni a lépéseit. Én arra szeretnélek benneteket ösztönözni, hogy ne várjatok erre, hanem már most kezdjétek el megtenni azokat a lépéseket, amelyek a saját céljaitok megvalósításához vezetnek. Meg kell nézni, hogy mi az a vágy, mi az, ami legbelül a leginkább foglalkoztat benneteket, mi az, amit meg szeretnétek élni, mi az, amit meg szeretnétek lépni, és bármennyire is lehetetlennek tűnik, de minden lehetséges, ugyanis minden dolog, ami létrejön a világban, az először mindig csak egy gondolat volt, egy vágy. Például valaki, amikor egy házban lakik, azt a házat valaki kigondolta, megtervezte, megépítette, ezek különböző emberek voltak, de az még jobb, hogyha ugyanaz az ember. De hogy a lényeg az az, hogy minden úgy jön létre, hogy először csak egy gondolat, az a gondolat megmarad, erősödik, finomodik, aztán bizonyos lépéseket megteszünk a gondolatért, és a végén meglátjuk a fizikában, és megtapasztaljuk. És akkor tudjuk meg, hogy az a vágy, az a teremtésünk, az mennyire volt helytálló, és hogy mennyire okoz nekünk örömöt, boldogságot. Most ugye azt várjuk, mindig várunk valamire, hogy valami megtörténjen, hogy legyen egy olyan munkahelyünk, ahol jól érezzük magunkat, hogy legyen egy olyan párunk, aki szeret, és mi is viszont szerethetjük, és azt gondoljuk, hogy ezekből jön nekünk az erő. A valóság az az, hogy az erő az belülről jön, a mi saját belsőnkből. Ahhoz, hogy ehhez a saját erőnkhöz hozzáférjünk, ahhoz bizonyos dolgokat el kell végezni, akár napi szinten is. És ehhez szeretnék most egy pár támpontot adni, illetve elmondani azt, hogy volt már egy léleknapunk augusztus 20-án, amit nem véletlen, hogy augusztus 20-ra terveztem. 9-en voltunk, az a teljesség száma, és nagyon örültem. Egyébként pont ennyire gondoltam, hogy ennyit szeretnék, hogy legyünk, és ennyi lett. És szeptember 21-én, szombaton, tehát nagyjából 3 hét múlva, újból lesz egy ilyen léleknap, de ez egy picit más, már egy továbbfejlesztett változata lesz annak az elsőnek. És ebben az évben már nem is tervezek több léleknapot, ugyanis novemberre van egy nagyobb projekt, amiről majd picit később fogok beszélni, és inkább annak a szervezésével, illetve tervezésével foglaltam el magam. A lépések, amiket fölírtam magamnak, amit tehetünk azért, hogy megtudjuk, hogy nekünk mi lenne jó, és milyen lépéseket érdemes tennünk, milyen irányba kellene nyitnunk, azok a következők. Az első és legfontosabb dolog, hogy tisztítsunk. A teljes auránkat kell tisztítani, tehát nem csak a testünket, hanem az egész aura mezőnket. A testünkkel kezdhetjük,
esetleg lébőjtre, vagy valamilyen fajta ételekre, amiket úgy érezzük, hogy már nincs szükségünk rá, túlságosan telít, vagy nem tudjuk jó ízűen enni, azokat ne fogyasszuk. Vagy tudjuk, bűntudatunk van, hogy esszük, isszuk, túl sokat fogyasztunk belőle, tegyük le. Csak annyi, hogy kevesebbet fogyasztunk belőle, vagy teljes egészében elhagyjuk. Én például mostanában a tejet és a tojást teljesen elhagytam. Nem azért, mert a tej meg a tojás káros, vagy... Tehát rögtön ne kezdjük el degradálni azt a dolgot, amire nincs szükségünk. Inkább gondolkodjunk egy kicsit pozitívabban. Arra a dologra, a tejre, tojásra nekem most a szervezetemben nincs szükségem. De lehet, hogy fél év múlva újból fogok tojást és tejet enni. Most például elkezdtem a húsfogyasztást. Keveset, de valamennyit igen, mert úgy érzem, hogy erre van szükségem. Tehát ez egyik. A tiszta víz fogyasztása alapvető. Nem mondom azt, hogy mindenkinek meg kell inni a 2 liter vizet. A 2 liter víz ahhoz kell, hogy rendesen át legyen mosva a szervezetünk. De az az ember, aki elég lédús táplálékot fogyaszt, például sok gyümölcsöt, barackot, dinnyét, almát fogyaszt, vagy salátát, a saláta 90% a víz, annak nagyon fontos, annak nem kell, hogy sok vizet fogyasszon, annak elég napi 1 litert is. Hogyha kávét, teját iszik, akkor az is beleszámít a folyadékba, ha levest teszik, az is beleszámít a folyadékba. A víznek a minősége, a tisztasága alapvető fontosságú. Ha tehetitek, forrásvizet fogyasztatok, és ha tehetitek, ne vigyétek haza a forrásvizet, hanem kint, ott igyátok meg, helyben. Tehát minden vizet a saját helyén, mert a forrásban az a hőfok, az a fajta energiakészlet, ami ott benne van, amíg a forrásban van, az a legoptimálisabb az emberi szervezet számára. Minden más, ami attól eltérő, az már nem optimális. Tehát a víznek is van egy hőfoka, ha túl langyos, akkor már nem oltja úgy a szomjat, ha túl hideg, akkor ha jeges a víz, az már biztos, hogy nem jó, mert teljesen lejegeli az egész torok szerveinket. Az optimális hőmérséklet az az, ahogy a forrásban, ahogy a patakban van a víz. Tehát körülbelül egy 5-10 fokos, vagy lehet, hogy hát egy ilyen 10 fokos hőmérséklet. A tisztaságával kapcsolatban én tisztított vizet iszom, de azért napoztatom is. Tehát a napozás, a napoztatás a víznek nagyon jó, mert energetizálja. Energiát tudunk úgy is belevinni a vízbe, hogy kristályt teszünk bele, bármilyen kristály megteszi, vagy olyan kő, aminek rendezett a szerkezete, kristály szerkezete van. Hegyi kristály, rózsakvarc, ametiszt, ezek nagyon jók. A kristályok egyébként azért is jók, mert bármennyire is érezzük, nem érezzük, de az, hogyha magunknál tartunk egy követ, vagy egy kristályt, akkor annak az állandó rezgése, a pulzálása hat ránk, és finoman hangolja a szívünket. A szívünk az tud fogadni impulzusokat, és tud alkalmazkodni hozzá. Nekem volt egy időszak, amikor szívritmus zavarom volt, tehát többször éreztem, hogy a szívem bedobban, meg is ijedtem, elmentem kardiológushoz, és mondta, hogy nincs bajom a szívemnek, esetleg stresszesebb életem van. És aztán rájöttem, amikor többször volt ilyen, hogy azért dobom be a szívem néha egyet-egyet, mert akkor hangolódik a kozmosszal. Akkor hangolódik össze azzal a világegyetemmel, amiben vagyunk. És hogy ne ijedjek meg, amikor ilyesmi történik. Tisztítani magunkat még lelkileg, szellemileg is kell. Nagyon fontos, és mentálisan is nagyon fontos, hogy csak azokkal a dolgokkal foglalkozunk, ami bennünket érint. Tehát, hogyha jön velünk szembe egy olyan történés, egy olyan cikk, egy olyan videó, ami konkrétan nem érint bennünket, vagy esetleg félelmet gerjeszt, félelmet kelt bennünk, ne nyissuk ki. Ugyanis minden hat ránk. Minden hat az összes izmunkra, a szívünkre,
az összes szervünkre, minden, ami körülvesz bennünket, az hat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy azokat az ingereket találjuk meg, amelyek töltenek, amelyek adnak, amelyek lazítanak. Mert minden, ami negatív történés a világban, mondjuk, mit tudom én, a világ másik felén cunami történt, és emberek ezrei haltak meg. Erre a hírre nekünk nincs szükségünk, mert minden ilyen hír az már egy izomösszehúzódást, egy görcsös állapotot hoz létre, és a sok ilyen pici kis görcsberándulás az egy bemerevedést fog létrehozni, és a bemerevedett izmokat sokkal több idő és energia kilazítani, mint ha úgy élnénk, hogy a lazább dolgokat keressük magunknak. A másik, hogy ne a mások problémáival foglalkozunk, a magunkét oldjuk meg. A magunkére koncentráljunk, és azokra az emberekre koncentráljunk, akik körülöttünk élnek. Tehát vannak a távoli barátok, meg vannak a celebek, meg a híres emberek, de az ő életük az másodlagos a mi életünkhöz képest. Ne az ő életüket akarjuk élni, ne azt akarjuk másolni, hogy ők élnek, ne olyan táskát, vagy cipőt, vagy ruhát akarjunk, mint amit ők viselnek, mert az már nem mi vagyunk, az nem a mi életünk. Tehát ezért magunkra kell koncentrálni, azokra az emberekre, akik körülöttünk vannak, a szüleinkre, a testvéreinkre, a párunkra, a gyerekeinkre. Ezek a legfontosabbak. Ezekkel legyen kapcsolatunk, és ne a telefonunkkal, meg az internetünkkel. Nagyon fontos, hogy minden nap tegyünk egy lépést a céljaink felé, ugyanis a saját életünket mi építjük. Minden történés, ami bekerül az életünkbe, az nekünk egy visszajelzés. Adrián szokta mondani, hogy tükör. Tükör az egész világ, és mi visszatükröződünk benne. A tükröt nem úgy kell értelmezni, hogy az az ember, aki bejött az életünkbe és valami gonoszat csinált velünk, az azt jelenti, hogy akkor bennünk is van gonoszság. Nem így tükör a másik ember, hanem úgy tükör, hogy amikor az az ember valamit tesz, és az hat valahogy ránk, azt kell megfigyelni, hogy az a hatás, az bennünk mit okoz, milyen érzelmet élünk át, mi az, amit erősít bennünk. Mert ahogy mi reagálunk, az szól rólunk. Az a másik ember, aki bejön az életembe, ezerféle ember bejöhet az életembe, ezerféle esemény bejött az életembe, de mi az, amire felkapom a fejem? Mi az, amire figyelek? Mi az, aminek energiát adok? Mi az, amit megélek? Itt a magyarságnak, a magyar embereknek van egyfajta habitusa. Mi szeretünk panaszkodni, szeretünk elégedetlenkedni. Én is ilyen vagyok. Nekem is vannak olyan napok, amikor nem érzem annyira jól magam, de mit teszek ilyen napokon? Azonnal, amikor rajta kapom magam azon, hogy valami nem tetszik, elégedetlen vagyok, vagy úgy érzem, hogy én ezt nem tudom meglépni, akkor rögtön hozzányúlok egy olyan dologhoz, hogy de mi az, ami most adott, és mi az, ami van, és mi az, aminek örülhetek. Abban a pillanatban, hogy az örömre, arra, ami van, amire büszke lehetek, arra koncentrálok, kilazulnak az izmaim, rögtön jobban érzem magam, döntést csak jó érzéssel érdemes hozni. Tehát szorult helyzetben, panaszkodós, elégedetlen környezetben nem érdemes döntést hozni, csak akkor, amikor már kellően megvizsgáltuk magát a problémát, és kellően átláttuk, és józanul érzelmek, negatív érzelmektől mentesen tudunk lenni, akkor érdemes döntést hozni bármivel kapcsolatban. Tehát nem azt kell nézni, hogy a környezetünkben mi van, mi zajlik, mert az egy dolog, hogy ott kint mi zajlik. Nyilván azt is mi generáljuk valamilyen szinten. Azt kell nézni, hogy nekünk most
mire van szükségünk, és amennyiben azt kívülről nem találjuk meg, azt magunkból kell kibányászni. Azt magunkból kell felszínre hozni. Az erőnk az belül van, nem kívül. Az az ember, aki kihelyezi az erejét valami másba, mint például akkor leszek boldog, ha van egy szerető párom, akkor fogom jól érezni magam, ha a munkahelyemben a munkatársaim kedvesek velem, akkor fogom jól érezni magam, ha rengeteg pénzt keresek. Ezek mind-mind feltételek, és ez a hosszú út. A rövid út az az, hogy most érzem jól magam. Most jól érzem magam, mert kint vagyok a kertemben. Most jól érzem magam, mert van mit ennem. Van fedél a fejem fölött. Most jól érzem magam, mert van egy gyermekem. Most jól érzem magam, mert... és lehet folytatni a sort. Tehát mindig magunkból merítkezünk. Nagyon nehéz ez akkor, amikor van egy negatív történés, de a negatív történésben is tudatosan meg kell keresni azt, hogy mi az, ami emögött van, mi az, ami ez, mi a haszna ennek a történésnek, egy lábtörésnek. Mi a haszna a lábtörésnek? Nagyon fáj, nagyon kellemetlen, és hiányzott ez nekem, a hátam közepére nem kívánom, de mit hoz ez számomra? Megállást, én időt, törődést. Sokan azért lesznek betegek, sokan azért hoznak létre betegséget maguknak, hogy egyrészt időt nyerjenek, másrészt törődést kapjanak, szeretetet kapjanak a többiektől. Ha valaki hosszú távon, krónikusan beteg, ott már nagyon meg kell vizsgálni, hogy mi az, ami miatt betegítette magát. Mi az, amit nem kap meg, mi az, amit nem ad meg magának. Mert ugye ez valójában úgy működik, hogy amit magamnak megadok, azt másnak is meg tudok adni. Amit magamnak nem adok meg, azt másnak sem tudom megadni. Tehát mindig önmagunkkal kezdődik minden. Nagyon fontos elhinni magunkról, hogy szerethetőek vagyunk, és azt, hogy megérdemeljük. Megérdemeljük a boldogságot, megérdemeljük mások figyelmét, elég jók vagyunk ahhoz, amit szeretnénk, és ne csak akkor értékeljük magunkat, amikor ez mástól is visszajön. Ugyanis amit mi kiárasztunk magunkból, az jön vissza hozzánk. Mindig az. Nem az, amit nem árasztunk ki magunkból. Tehát, ha szeretetet szeretnél, akkor szeresd magad, és szeresd másokat. Nagyon fontos visszavenni ezt a saját erőnket, és nagyon fontos meglátni azt, hogy egy-egy helyzetben mi az, amit tovább tudok vinni. Tehát mi a tanulság? Ha nem vonjuk le a tanulságokat, akkor elszalasztottunk egy helyzetet. Én a saját életemben nagyon sokat foglalkozom a szépséggel. A kertben is, amikor fotózok, akkor azokra a pontokra helyezem a hangsúlyt, ami szép. A virágok gyönyörűek. A virágoknak nem csak szép megjelenése van, de van illata is. Az illat az teljesen más dolgokat mozgat meg bennünk, mint a látvány. Akkor még ehhez társul például mondhatnám a zenét is, a hangok. A hangok is teljesen mást hoznak felszínre bennünk, mint a látvány, vagy mint az illat. Ezek mind-mind megélések, ezek mind-mind tapasztalatok. Most nagyon ugye rá vagyunk a látványra fókuszálódva, és mindent látni akarunk, és mindent képekben akarunk megkapni, tehát a videók, a filmek, a képek, de vannak egyéb érzékszerveink is, és az egyik legfontosabb érzékszervünk az az érzések, az érzelmek megélése, és itt is van mit fejlődni, mert amikor az ember
folyamatosan megél egyfajta érzést, akkor arra mindig oda kell figyelni, hogy miért az jön, miért az tükröződik. Ez általában negatív érzésekkel kapcsolatos. Tehát, hogy miért mindig az jön, hogy. Miért mindig érzem úgy, hogy. Emögött mindig van valami. Vissza kell menni, vissza kell fejteni ezeket a szálakat. Ehhez nyilván idő kell. Ehhez az kell, hogy az ember el tudjon vonulni. El tudjon csendesedni. Le tudja fejteni magáról azokat a dolgokat, amik rárakodnak. Folyamatosan tisztítani kell magunkat. Ha elképzeljük magunkat egy fehér ruhában, a fehér ruha, mikor közlekedünk, kimegyünk, elmegyünk valahova, bekoszolódhat. A ruhát ki kell mosni, ahhoz, hogy újból fehér legyen. Ugyanígy a mi auramezőnket is rendszeresen tisztítani kell. Tisztítani lehet mozgással, tisztítani lehet környezetváltozással, tisztítani lehet olyan dolognak a végzésével, amit nem szoktunk, valaminek a változtatásával, és lehet tudati munkával. Ehhez a tudati munkához, ehhez a lelki, szellemi megkönnyebbüléshez adok én eszközöket ezen a léleknapon. Ez egy olyan nap, amikor teljesen kikapcsolunk abból, amiben benne vagyunk. Esetleg meg tudjuk fejteni, meg tudjuk oldani azokat a kérdéseinket is, amelyek ott vannak. Kapunk inspirációkat ahhoz mások által. Kapunk visszajelzéseket mások által, hogy milyennek látnak ők bennünket. Főleg egy ilyen léleknapon általában vadidegen emberek jönnek össze. Rögtön van egy első benyomás, hogy milyen az az ember. Nekünk is van a másikról, a másiknak is van rólunk. Ezeket itt megbeszéljük, megosztjuk. Nyilván olyan keretek között, hogy az ne legyen bántó, sértő. Tehát ilyeneket szoktunk csinálni. Én sok gyakorlatot szoktam előkészíteni, és mindig érzésből választom ki, hogy mi az a gyakorlat, ami ennek a csoportnak szükséges. És nagyon-nagyon hasznos, és nagyon feltöltő tud lenni egy ilyen nap, hiszen itt elsősorban a pozitív megerősítésekre szorítkozunk, és nem arra, hogy mi az, ami nincs. Tehát arra, ami van, és amit már birtoklunk, és nem arra, ami még nincs. Én magam is így élem az életemet, és ebből töltekezek. Ha éppen nincs a kezem ügyében valami, akkor azt milyen lépéseket kell tennem, hogy meglegyen. Ha új autót szeretnék, például nálam ez most téma, mit tehetek azért, hogy új autóm legyen? Hogyan tehetek most, itt és most egy lépést arra, hogy abba az irányba, hogy legyen egy új autóm? Nem azon keseregni, hogy jaj, hát ezért nincs annyi pénzem, és nem tudok új autót venni, hanem hogyan tudom megteremteni az új autót. És ez mind-mind belülről indul el. Ennek a léleknapnak van egy adományos ára, ami 5 és 15 ezer forint között határoztam meg. Elközött a két összeg között bármennyit lehet adni, ez rátok van bízva. Ez egy egésznapos esemény, kezdünk reggel vagy délelőtt 10 órakor, és tart 5 óráig, tehát 7 óra hossza. Az ételeket, az ételt azt ti hozzátok magatoknak, az italt is, illetve vizet, teját tudok, azzal tudok szolgálni. Én ilyenkor böjtnapot szoktam tartani, mert sokkal intenzívebb minden megélés, hogyha nem eszünk. Nem arra fókuszálunk, ami a gyomrunkban van, hanem arra fókuszálunk, ami velünk történik. Úgyhogy ha kedvet éreztek ehhez, szólítva érzitek magatokat, akkor az ősz első napján, szeptember 21-én várlak benneteket Nagy Réven, az otthonomban, a nappalimban, ami már be van hangolva erre, illetve különböző kristályokkal tovább hangoltam azt, hogy ott a lehető legnagyobb nyugalomban, a lehető legnagyobb megértéssel tudjunk együtt lenni azokkal, akik azon a napon jönnek. Köszönöm, hogy meghallgattál, és figyelmeddel
megajándékoztál, és további szép napokat kívánok neked. Szia! Sziasztok!